Üdvözlöm a kedves nézőket, folytatjuk a Hogwarts Legacy-t. Most kicsit állítgattam a mikrofonon, remélem így jobb lesz. Az előzőben elég sokszor levágta a hangomat, hogy folytassuk is a Hogwarts Legacy-t. Ugyebár itt most hirdeti magáról a játék a Quidditch Champions-nak a dolgait. Múlt nap mást hirdetett. Megjelent a kismanónk. Ugyebár itt a további tartalmakban benne vannak azok, amik ugyebár a Dark Arc pack ad, ugyebár a kiegészítő, itt is van. A társai. Van, ami nem elérhető, mint a Kepristaller. Ez meg ugyebár szintén van. Ezek csak designbeli dolgok, semmi extra. Úgyhogy folytassuk az utazást. Ő szerint a 15 órányi játékóránk van benne. Kevéslem ezt a számot, de nem baj. Perhaps not the best place to be caught alone. Csak hogy mi fogunk, hogy ugyebár nem a legjobb hely nekünk ez a egyedül létre, de elvégben enemét most nem lesz, mert már kiirtottunk mindenkit is. Úgyhogy a feladataink. Ugyebár menjünk állattanórára. Sironával a háromseprőbe beszélni. És közben Madame Kogavához is visszamehetünk. Hogy legyen ez akkor a kezdő, amit megcsinálunk. Ő... itt van. Neki a közelében a repülés óra pázsitjánál van gyors utazási pont, úgyhogy oda megyünk. Csak hogy jó legyen. Itt is vagyunk. Ott be kell menni hozzá ugyebár a irodájába. Filózok rajta, hogy van nekünk egy olyan menüpontunk, aminek az a feladata, a feldolgozást és a textúrát följebb rakjuk. De amit én keresek, függőleges szinkron. Elvégbe a screen tearinget megoldjuk. Most újra tart a játék. És így jobb is lesz. Welcome back. Have you finished your assignments? Igen, befejeztük a dolgokat. Mi van itt, ami esetleg jó lehet? Nekünk van ott szoborka. Társai. Akkor beszéljünk vele. Reporting back, professor. Assignments all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, okay. As they say. Bölcsesség az arany, egy aranycikkez. Ügyes fogónak bizonyulunk. A restore momentum. A charm, incidentally, created to stop Quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. A restore momentum. És meg mire jó? Egy M betűt kell rajzolnunk. Space, bal gomb, space, F, jobb gombbal. Space, bal gomb. Space, F, és jobb gomb. Így ez könnyen meg is van. Te gyere ide. A rest of momentum lelassítja az ellenséget és a tárgyak mozgását. Minél nagyobb a célpont, annál csak egy hatást gyakorol rá a varázslat. Oké. Okay. Téged be akartalak gyűjteni, de akkor te nem azért vagy itt, hanem a gyorsítást kéne gyakorolnunk. Viszont jelentem, nincs elég helyünk. Jó, ez a szükség szobájával annyira nem szórakozunk, úgyhogy ez kell nekünk most. Extra időt nyerve a következő lépés kidolgozására, ez se rossz. Ezt akkor
tegyük be mondjuk a tárcsere helyére. És akkor hármas. Oké. Te is. Oké. Harmadik nincs. Őre. Semmi. Cserébe a tükrét megforgattuk. Meddig tart? Ennyi támadunk minden irányba, közben különböző seprő modellek ott ki vannak állítva. Mindegy, ez is megvan. Örülhetünk. Mentsünk egyet ennek felbuzdulása érdekében. Oké. Küldetések. Holdas ember. 9 szemiflás holdat kell visszavinni Gardwick Moonnak, és 2-3 szintű alohomórát kapunk. Mr. Moon megtanít nekem az alohomóra fejlettel változatát, amit megtanít az összes szemiflás szobrot. Át kellene kutatnom Roxfortot, Roxmortot és minden falucskát, a holdakat csak éjszaka tudom begyűjteni a szobroktól. Az elég nagyot kell keresgélni akkor. Házérme is szépen nő. És ha azt mondom, hogy troll taknyot akarok, akkor hol találok vajon trollot? A világmapon. Hát nagyon sok minden nincs még meg, ugyebár. Sok fele nem jártunk. És vajon mire? Erre lehetne troll talán a tiltott rengetegbe. Ugyebár itt van a sír, itt pedig a nyugat. Nem látok külön magyarázati kont. Nem jelent semmit. Falbatron kastély, Felbatron. Külön van írva a kettő. Fönn Falbatron van, lent Felbatron van írva. Oké. Ősi mági aktivitás, Merlin próba, Merlin próba. Viszont várjál csak, hát ha elmegyünk Roxmortsba, itt van a... Vannak itt dolgok, akkor küldetést követjük, oda is teleportálunk, alig gyors utazunk. Mert akkor vannak zárt ajtók, ládák. Lehet, hogy ezeket ki tudjuk nyitni. Na majd mindjárt kiderül. Revelion a haverunk. Itt egy ládika. Das ist tükör. Lumos. Amin ez a pillangócska. Út mentén van. Az nincs is nagyon messze szerintem. Ez itt mintha zárva lenne. Ikre se reagál. Gyere idére. Sem. Megjavításra. Fölgyújt, megtámad, ráküld, szétcsap, semmire nem reagál. Lassításnak nem látom értelmét, lebegtetésnek se. Átirányítás, átalakítás, leidézésre nincs mód, se értelem. És milyen köd lett egyébként? Nagyon ködös. Jó, itt van egyből egy lakat. Ami 3-as szintű zár. Nem baj, ide be kell jönnünk. Megzabáljuk a süteményt. Elveszünk 41 galleont.
megisszuk a teát. Leülünk zenélni. Nem mocorom. A Trapped 2 valami van. Dacit láda. Köszönjük. Nagyba bűvölget. Nincs semmi extra. Az a láda a fal túloldalán van. Gyere ide, ki tudtunk jönni. Repkedni tilos. Úgyhogy ott egy láda lent, ez meg kettes szintű zárral van megküldve. Ládában van. Mire való azonosítatlan tárgyunk lett. És van 21 cuccunk, úgyhogy lehet vissza kéne mennünk a szükségszobájába. Miért is ne? Gyere ide! Megvagy! Jó, ő nem láthat. Aludjál! Ott a pillangó. Na, te gyere velünk! Mert ide kell lesz. Meg is vagy. Jó, rossz mozban még van pár lapocska. Ez is hármas szintű zár. Meg lehet, akkor neki kéne feküdnünk ennek a küldetésnek. Hogy megszerezzük a szemiflás szobrokat, mert anélkül nem fogunk tudni nagyon semmit nyitogatni. És amilyen mázunk lesz a következő adag állatocska, akit találunk, az instant. Kettes-hármas szintű zárral lesz megvédve és megtartva. Jó, bent is vagyunk. Beszélgessünk Sirona Ryan-nel. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. Nice. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Hodgog. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before a board. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. Uh-huh. We're friends now. We are. I hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. It took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards. Even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Elinyíltan kijelentette, király.
Amúgy mit hallottál have róla? You heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Yes, you keep your nice. Be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. It's a good Rookwood me up. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Így kell barátságot egy barátokat. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Ennyi. Egyébként biztos, hogy hatalmas bluff volt, amikor a többiek előkapták itt a pálcát és mellénk álltak, mert oké, hogy azok ketten voltak, de egy csatában nem biztos, hogy olyan sokat értek volna. De lehet, hogy csak túl lenézem őket, mert abban a korban tramabbak voltak. Ő is azt mondja, hogy olyan erős ellenség. Jó, bocsánat, lejjebb veszem vissza a grafikát, mert fölöslegesen laggolunk. Amúgy. Szóval... Nagy hátrány egyébként a játéknak, hogy ilyen szinten le van rontva. Ugye azért a 30-50 ennyire képtelen tartani magát. Na, így legalább szebb, mert magasabb felbontású pixelekkel dolgozunk. Jó, mehetünk a szárnyas vadkamba, de előbb még egy gyorsan körbe kukucsolva. Fent egy ládika. Ami... Visszerepelt. Böljem. Igen. Még följem. És biztos, hogy lesz itt akkor egy zárt ajtónk. Egyes szintű zár, na ezen átjutunk. Ami előny. Szépen körbe, az ott meg is indul. Akkor... Tadá! A varázslat működik. What do we have here? A demigod. Semiflash. Kék bőrkesztyű. Egy romok nevű gyűjtemény. Egy mindentudó lap. A háromsebű magánszobája. A háromsebű magánszobája egy félreeső helyiség a kocsmán belül. A Roxford professzorai nagyra értékelik, hogy van számukra egy elkülönített helyiség, ahol összegyűlhetnek, elkerülve a diákokkal való találkozást. Talán nem meglepő, hogy a diákok számára így jobb is, hogy a professzoroknak egy külön helyiségük van. Oké, akkor a mappal csalunk egyet, már szerencsére az időnk végtelen plusz egy, és várunk estén. Mind now, demigod. Az enyém vagy Semiflash, mondja a karakterünk, mert tisztában van vele, hogy addig vártunk itt, hogy begyűjtsük. Ugyebár ilyenkor a szoborban a kő elkezd világítani. Semiflash oldalba is gyűjtöttük. Remélem annyira nem gond, hogy mi most akkor éjszaka itt vagyunk. Oké. Mást itt nem láttam. Nem is pittyentünk, hogy van bármi. Ami van, az kint van. A boltok jó része be is zárt. Kérdés, hogy a vatkan ilyenkor még elérhető-e. Az, hogy ott elugrálnak az onkocsora bazáros dolgok, az mindig azt hiszem, hogy valami megjelenik hirtelen. Közben igen, csak nem a begyűjthetőségéről híresen, hanem amúgy. Erre meg azt hittem, hogy egy szelet pizza, közben ezek csak édességek, egy zacskó, valami meg üveg, kettő is, úgyhogy üvegek.
We're doing fine on our own. Igen, ti miről beszélgettek, és miért vagyunk majdnem olyan magasak, mint ti? Na mindegy, simogassuk meg a cicát, annak több értelme van. Ah, mondta a macska. Bár neki jobban áll. You too, Amit. Igen. Hey, Béli. Te hey, Béliként ott tanulsz a Roxfordba. Az durva. Wingardium Leviosa makes light work, I always say. Just because you know Lumos doesn't mean you can't get lost. Dehogy nem, látod? Fényed éjszakába. But then what? My mom wanted to be a nurse at St. Mungo's. Hogy föllöktelek. Ehhez is kicsik vagyunk, hármas szintű zár. Akkor menjünk be ide. Welcome to the Ogs Head. Any empty seat is yours. Mocarog a nyáladzós ott a háttérbe. Nem kellett megvédeni, és őt kerestük, az öreget. Ha nem bánod, körbenézek nálad, kedve azzal, hogy itt van egy minden tudó lap. Egy falra szerelt vatkanfej. Ez a falra szerelt vatkanfej a szemét forgatva és szimatolva figyeli a szárnyas vatkan mocskos hangulatát, illetve kifejezetten érdekes vendégkörét. Hát, nézőpont kérdés, hogy kinek mi érdekes. Még egy szemiflás szobor a haverunk. Ez akkor idég már 2 a 9-ből. Ott is van valami begyűjteni való. A szárnyas vatkan kikötője. A szárnyas vatkan előtti kikötő kellemes helyet kínál a pihenésre, persze csak annak, akinek ínyére van, hogy egy kőhajtásnyira pihenget a fogadóban zajló aljas dolgoktól. Hát szerintem nem néz ki rosszul. De itt lent van 2 dolog is, ami érdekes lehet számunkra. Egy láda. És akkor a 2 dolog csak egymel benéztem. Azt hittem az 2 láda, de sajnos nem. Oké. Okay. Ismerősnek tűnünk, mondja a lodog. Ő meg ott iszogat egymagába. Most vagy alkoholista, vagy szerelmi bánata van, fene tudja. Minden esetre jól látom, ilyen nem is varázspálcák, hanem vízipipák vannak oda felrakva, szivoghatók. Illetve még egyet állítunk a játékon, mert a zenéhez ide vagy oda, így még laggolunk, úgyhogy lejjebb kell húzni, hogy a felbontást lehúzza. És stabilabban legyen 60 frame rate-ünk. Igen, így már jó. Na beszélgessünk. Hello, Lodgok. Sorona said I might find you here. She did, did she? Csak ugye a híreket küldött magával? Jó öreg. Actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrok. Now I remember. The three moonsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. Milyen hegyes fogaik vannak, he? And I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Mondjuk, hogy tudom, de miért kellene megbíznom magába? Róna megbízik benne. Trusts me, and she thought our interests may be aligned. Róna bízik benned, akkor én nem. Well, if Sorona trusts you, very well, I may know of something that could help us both. A way to get Ranrok to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrok and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. If I retrieve the relic, how do I know you'll tell me the truth about what Ranrok says? We will have to trust each other. I that you will not abscond with the relic, and you that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb.
Az nice. Hát akkor mehetünk is a banya sírjához. Arról beszéltem egyébként. Ez a balta dobálásos tímer, ami jó pofa. Az üstök tárolása se éppen a legmodernem, de meg is isszuk onnan a piát. Oké, okay. Anyas szintű, kettes szintű, jó. Hiszen szépen gyűlnek a szomók. Nincs messze a sír, úgyhogy nem kell olyan messzire futnunk. Bármi extra, de az itt ládika, csak ez figyelős ládika. Így elbújjunk. Így is lát, de így kinyitható. 500 pénz a haverunk. Na menjünk. I'm ready. Good. There's no time to lose. Nincs vesztegetni való időm, mondja. Ebből ott a Roxfort a háttérbe. Értékes családi öreség. Utkok sísakja. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Tudunk gyorsabbak lenni? Meg vannak birkák, farkasok. Jó, előre futunk. Hát tudunk futni amúgy. Ezeket begyűjtögetjük. És bocs, de elmegyünk harcolni. Revelio. Levioso. Confringo. Defender. Kapják, halnak szegénykék. Jó, gyorsan meg lett. Begyűjtünk mindent is. Most mászhatunk vissza. Úgy látom, itt nagyon nincs semmi. Közben belakadunk egy faágba. Farönbe egész konkrétan nem is ágba. Tojás is jöhet. És akkor itt is vár ránk. Ő remélem a Merlin próbára megyünk. Azt messziről kiszúrtam. És megküldtük. Fussá. Nézd, próba. Megcsináljuk. Mit szólsz hozzá? Elámultatjuk addig a koboldotot. Jó. Van itt ilyen. Ahova szerintem inkább a másik fajta tüzes megoldás kell. Incendio. Nem. Revelio. Akkor viszont... Nagyon repkednek körülötte a dolgok, úgyhogy van egy tippem, hogy... ezeket begyűjtés után... nekünk... Lumos. Ez kell? Nem. Lumos. Nincs. Pontosan. Ilyenek kellene nekünk. Egy. Itt van a kettő. Akkor kell keresgélni még ilyen kékeket. Elvégben olyan messze nem lehetnek. Ezek meg csak eltünedeznek, mert elviekben egy bizonyos tartományon belül lehet velük szórakozni. Ha minden igaz. Viszont még kell egy legalább. Ő
hogy látom, ezek a kristályoknál vannak, akkor ott is van. Így meglepő módon. Lumos. Másik nincs. A dúlság nem fontos nekünk. Gyere Lumos. Utánunk. És van a harmadik. Így megvan a próba. Kobold ámulhat és bámulhat. Mi ügyesek vagyunk. Bár ahogy nézem, nem nagyon hagyja meg. Túl mi van, ha nem látsz? Akkor is jön velünk. Én szerintem ott lesz szembe a sírocska. A zsíros sírocska. Sírósan zsíros sírocska. Hogy egy kicsit még fokozzuk ezt. Ah, and there it is. Itt is van a banya sírja. Dreadful looking place, isn't it? Begyűjtjük. Ez itt mindegy. Egyből van itt egy gyors utazási pontunk. A gyűjtő barlangja. Jó. Ó, mit szeretnél? Még közelebb menni, oké. Okay. Sok szerencsét, oké. Okay. Now before you set off, do you have any questions? Vannak kérdései. Miért értékes a sisak? The helmet of Urtgot is an ancient legendás relikvia. Forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind and to Ranrok. Elesenne Ranrok, ha visszakapná. Vagy csak erősebb lenne tőle. It seems Ranrok and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Mi lesz a sírba? I don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb. Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance. Mesterosként is besötét védelmezők is lesz. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Fénnyelés erővel és force and most effectively fire. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. Okay. Messze van, azt nem látjuk. Akkor menjünk be. Csak hogy mitszel legyen. Valamint majd meg ki kell találnom, hogy ne legyen ilyen mellékzöngése a hangomnak, mert van egy minimális zúgás még mindig benne. Még hogyha a fülembe ezt nem is hallom, hogy folyamatosan zúgna, azért zavaróan hallom, hogy időnként bizony be-be rezonál a hangom. Oké. Okay. 8 galleon. Hiányzik. Legalább egy. Lumos. Ó. Ezt begyűjteni lehet. Moths. Jöhet. Hogy lepke, és mi van, ha teljesz velem? Fordítottuk, nem őket vettük le, őket őt raktuk be. Jó, kinyílt. Itt más nincs, csak a fényre gyűjt, elkolbászod, jött egy kicsit virágot szimatolni. Baj.
mehetünk idebe. A korábbi játékban, ugyebár ez a restart előtti részet értem, nem emlékszem rá, hogy itt jártunk volna, de valószínűleg a küldetésekben nem jutottunk el eddig a szintig még, és telé vagyunk. Megyünk körbe. Gyűjtemények. Van mindenünk is. Na már egyharmada itt megvan ezeknek a felfedett lapoknak. És nem azt akartam, hanem a kihívásokat. Ugyebár osztály első ruha költemény design, legendás maszk nincs meg, ez sincs meg. Harcból 20 sötét varálló megvan, és még kell 31, mert összesen még 40, és talán még van két szint. És ez így ugra, hogy 10, 20, 40, 80, 160 vagy 120. Koboldezüst ellenállást megtanultuk. Győzz le 30 koboldot. Bocsáska, kobold. Aha, mert úgy látom, mindig az előzőhöz képest duplázik. Inferus lehet, hogy most legyőzünk párat. Kérhet ellenségből is kell, akkor 3, gondolom 6, meg majd 12. Ókot is kell gyilkolászni, korcsokat is még. Csak nem tudom, még korcsnak lehet fordítva egyébként a farkas, de biztos jól, Merlin próba. Még tovább növeljük a kapacitásunkat. És akkor itt 10, 6, 2, 6, hát ez ilyen random számokkal nő. De a lényeg van, akkor elég kihívás ahhoz, hogy ezt még tovább növeljük a helyünket. Viszont akkor... Most már 28 helyünk van. És azért van erősebb, jobb cuccunk. Hát, ez a szín meg annyira nem is rossz. Amink van. Fekete újatlan. Sima fekete bőrkesztyű dizájn az elegáns marad. Maszkból ezt a kettőt nem tudjuk, ő valószínűleg jobb lesz. Sából ez megint csak jobb kettővel. Dizájnját lecserélhetjük, ugyebár a múltkori vágásnál észrevettem, hogy mit keresek, és az... Az most hol van? Virág, palmet. Ez a kékes-zöld óraműves sál, ezt használtuk. Úgyhogy arra kell hagynom magam mindig. Gyengébb. Ezt nem tudjuk, illetve még kicsik vagyunk hozzá. 54-23, ez ugyanakkora, mégis más osztály, mert gondolom upgrade-elhető. Öltözékek terén ez jobb, ezt nem tudjuk, ez 45-ös. Akkor végre nem pizsamában, hanem éjszakai kellemes ruhaköltöménybe lehetünk. Nagyon nice. De a dizájnját lecseréljük. Hálóruha, nice, köszi. Mibe voltunk. Ebben voltunk, ugyebár ez a Witcher-szerű kinézet. Mice. Na de akkor most már van helyünk ahhoz, hogy meg azért be tudjuk venni a dolgokat. Úgyhogy meg is lettek, ami kell. Arra kell mennünk, akkor erre biztos, hogy elnézünk. Hát a zárt fal azt mondja, hogy nem, valószínűleg itt fogunk majd akkor kijönni. Én arra tippelek.
és milyen mélyen vannak a linfermszak vajon. This can't be the witch's tomb. Nagyon mély. Likely I need to go further. Anya-manya sírja, oda kell három repkedő. A sír jó üres. Lumos. Or... átkutatás, Galleon a haverunk. Meg 8. 18. Te itt jól el vagy. Ezt gondolom ki kell nyitni. Gyere velünk. Más itt nincs. Úgyhogy őt is ide hozzuk. Arra tudunk egy kámehámét semmi. Akkor betaszítjuk. Lumos. És itt is van a harmadik. Legyűjtjük a kis turkfalé füveket. Turka leveket. Revelion-nal megszüntetjük a Lumos lámpácskát, úgyhogy visszatérjük. Másik tervjekben nincs. Ez megint nyílik. Kicsit arrább állunk. Csatára felkészülünk. Semmi. I have a feeling I'm not alone here. Úgy érzi, nincs egyedül. Rám, jól érzed. Kösz, kimászolott a semmiből. De szépen nézel ki. Kapsz is egy print screen-t. Pusztulj! Kapsz egy ilyet? Aztán szedjük fel. Nem? Cicu van. Cicu. Fukkadj meg. Y. Nagyon kapták haltak. Nézd, ajándék. Pusztulj, úgy, oké. Pusztulj. És pusztulj, oké. Ajándék. Pöf. Kapták, haltak. Ez volt egy. Oké. Aztán egy hátrány. Itt bármi. Nem ez kell neki. Van egy kis takarítás. Egy kis hely. Gyűjtöttünk pár Galleont. Mice. Begyűjtjük a hordak bűzét. De miért kell nekünk okiszagot gyűjteni a hordaktól? Nem tudom. Nyilván viccet félretével valószínűleg valamilyen pormirigyszerűség, ami jól jön. Akkor itt felmászunk. Itt lett egy krakenes kabát. Oké, a többi az nem itt van, hanem tovább kell mennünk. A tohonya turkalép jól jönnek, te ott mi vagy? Azt nem mondta, hogy valaki ilyen vagányon odarakta azt. Oké. Ja nem, jó, már megijedtem. Különböző grafikák, az egy ilyen sárkányfai szerűségre hajansz. Na meg, mintha valaki nagyon ki akarna mászni. Ja, azt a szerkezetet beinteni, hát persze. Majd egyszer csak valahogy. Ez egy kettő. És a harmadik. Add fel. Oh. Keres talál kategória, szerintem fog kelleni valami. Az mozgatható?
nem mozgatható. Ott van. És azt mondom neki, hogy gyere csak ide. Lumos. Semmi. De látványos, hogy oda valószínűleg föl kéne mászni. Ezt lehet, hogy el kéne forgatni. Mert nem hagyja kijelölni. Nagyon hagyja meg. Hang alapján valami van itt. Vagy csak simán olyan hangja van, mintha lenne valami. Csak nem ilyen messziről kell valamit odavinni. Vagy te. Mert ugyebár itt csak betámadni tudtunk. Még visszamegyünk. Támadás. Hajtja meg. Kinyitottuk, és ez már egy korábbi terület, szóval ez annyira nem adja magát, hogy itt lenne bármi is. Megítse, mert bár a Wingardium Leviosával semmiben nem tart egyébként lebegtetni bármit, tehát az egész mapom. Nem érzem azt, hogy annyira annak lenne értelme, hogy ilyen messziről elvigyünk bármit is. És az a baj, hogy ki se jelöl semmit. Vagy csak nem veszek valamit észre. És meg fölgyújtani se lehet. Ez be a pici paca idejött mellém és zabizik. Kivaragva a Leila kajáját, csak lusta-musta enni, mert hiszt is, hogy ő ezt nem eszi meg. Oké. Itt sincsen nyoma annak, hogy bármivel bármit lehetne kezdeni. Itt meg kimegyünk csak. Úgyhogy feleslegesen jöttünk vissza, úgy látom. Aminek köszönhetően ott egy Merlin ikon. Legalábbis egy bűbályos ikon jelezve, hogy ez csak úgy, csak amúgy nem ide bejövehetél is. Az csak úgy nem ajánlott ide bejönni. Nem egy sétagalop. Ettől függetlenül a karakterünk ügyes, tökös gyerek, úgyhogy szépen mindent is megold. Ezzel nem tudom mit kezdeni. Mi van, Imike? Imike idejött azt a nagy bajszával csöklandozza a lábamat, hogy akkor figyeljek rá. Annak bármi értelme? Semmi. Bár ott van egy ádika, akkor az itt lehet, hogy látványosan direkt van itt, hogy azért ne menj ki innen, mert azzal nem vagy előrébb. Jó magyarsággal meg azt mondjam. De közben nem látok itt semmit. Mit ír a leírás? A szóbeszéd úgy tartja, hogy Urtkort sisakja egy halott boszorkány szarkofágiában van. Remélhetőleg nem valami rettenet őrködik felette. Nekem úgy tűnik, hogy ha bemegyek egy barlangba, mindig valami borzadály vár rám. Ebben nézzünk körbe. Nem jelent semmi. Fény az éjszakában se semmi. Semmi. Azokat szép törvesen vagyunk előrém. Oda kéne valahogy fölmenni. Esetlen. Semmi. Így. Mindent ráküldünk, az összes varázstárunkat. Forognia kéne, de hogyan?
Expelliarmus! Incendium! Defender! Defaulto! Repair all! Egyik se nagyon hagyja meg. Meg ha nem látsz, se hatódik meg. Mindent is ráküldünk, főleg, hogy folyamatosan rossz irányba görgetek. Nem mondod. Gyere ide. Ezért lehet téged kivenni. Mert ide berakható. Minek köszönhetően. Oké, ötletesen volt megoldva. Az föltűnt, hogy mondom, kivehető a pillangó, és ott van neki a pillangójel, hogy akkor ő most azt szeretné oda. Aminek köszönhetően adja magát, hogy bizony-bizony, kiveszed, és jön veled. Okos. Nem megoldhatatlan, és nem mondhatni, kiszúrta a szemünket a megoldás. Viszont jó pofa. Enemit nem látok hirtelen. Gyűjtünk egy kis manit. Erre akarja, hogy menjünk. Arra akarja, hogy menjünk. Akkor megéri ide benéznünk. Ez a túloldal annak, ahol voltunk. Van sok minden, kérem szépen. Oké. Okay. Azt mondom neked. Gyere csak ide. Oké. Okay. Miért jó nekem, hogy egy ilyen csontimontit tudok piszkáltatni? Ezt mondd el nekem. Oké. Okay. Biztos. Oké. Téged is. Gergium Leviosát mondunk rá egyébként, hanem Asziót csak. Összehaverkodtatjuk őket. Ja, hogy ő kiegészíti ezzel, hogy belebegteti. Jó. Ugye megtaláljuk a helyét, hogy ezeket hova kéne rakni. That's it, csontváz. Ami szépen ég. Expelliarmus. És arra lehet tolni varázslatokat, de nem nagyon hagyja meg. És átugrani sem tudunk. Leesni annál inkább. Nem tudom ez miért jó nekünk itt lent. Még is kiszedünk, jó. Nem egyértelmű, hogy hova akarja magát. Egyébként a sokból kell csinálni egyet. Hát itt vannak egymás közelében. Kicsit szétszórva. Nem hagyja meg. Más bármi itt és akármi az nincs, ellenben ott van kettő valami, amit... Aha, egy csonki.
Két csonti. Oké. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Hát tudjuk csalni őket itt a mindenen. Bár még mindig nem látom értelmét, hogy ennek mi értelme van így. Ezt levegtetni Leviosával nem tudjuk. Másokat meg kivettük. Nem, itt van. Ez sem nagyon hagyja meg. Revelio. Semmi. Most vagy még nincs meg valami tulajdonságunk, amivel ezekkel tudnánk tenni. Talán az invitó segíteni fog. Köszi. Miért jó, hogy ez van? Nem mennek oda rá. Dehogy nem. Ebből lesz a hír. Ó, hogy ijedjé meg. Adja magát amúgy. Ennyi elég, vagy még kell nekünk? Na viszont még egy adaggal. De érdekes egy megoldás. Úgy voltak vele a készítők, hogy aki amit észrevesz, az használja? Na mindegy, fejre való oldonstatlan tárgyunk lett. Adott olyan homó, amit most ezen keresztül tudnánk szétütni, de hát de egy látszólag el így megvan, és még többet is szereztünk, mint kéne. Igen, elvég beadja magát, hogy itt csonti, ott csonti. Na mindegy. Ez megvan. Úgyhogy már megérte kutakodni. Ezeket itt begyűjtjük. What's that hanging there? Mi lóg itt veszélyesnek tűnik. Hát. És az, hogy veszélyesnek tűnik, hanem oda leszakad. Down I go. No other way. Akkor az ott mi, ha nincs más út, mondd el nekem. Az ott. Oké. Arra jó, hogy itt felmászkálunk. Kinyitva iskolai versenytallát kaptunk. Ha azt mondom, hogy nem lebegtetlek, hanem gyorsuljon rám. Még. És még egyszer. Úgy. Föl tudunk rajtad elvégbe mászni, nem? Akkor még menjél arra. Olyan lejlecskem, ide jöttél? Rájött, hogy a kajástáladat megzabáltad. És akkor itt találunk egy olyat, hogy varázslóban nökenek. Ja. Hát akkor azt itt fönn megnéztük. Una láda, una falleon, ezt elikültük. Akkor itt látványosan csak dísz, másik oldalról van lezárva, azt mondja. Bármi más, amit látunk itt, az ott a
vezérlője a túloldalon. Itt benne nem látok semmit. Hát akkor essünk le. A vízbe. Mázlunk van, hogy van ilyen a közelben. Kiúszunk. Arra fele akarja, hogy menjünk. Én viszont nem arra fele akarok menni. Jó. Látványosan. Nem ég el. Próbálkozik valamit eléged, de... nem úgy, ahogy én gondolnám. Mindegy, egy kevesebb ork hálóval kevesebb. Köszönöm. Ezek sem nagyon hatódtak meg. Igen, és akkor ez van itt, amit láttunk. Na és akkor így megvan a visszavezető útunk. Hát itt a túloldalról van bezárva. Csak hogy meglegyen. Ki tudja, mennyire kell menekülnünk legközelebb. Hatalmas úszás után. Zsákocskába 52 galleon. És gondolom most jön a boss fight. Oda kell vinni dolgokat. Rossz gombot nyomtam. Nem fogsz vagánykodni itt nekem. Add ide ezeket. Ahogy. A repülyé. Nyert kis hangszor, ha nem nyomtam időbe kontrollt. Begyűjtögetjük a dolgokat. Ezt kaptuk a másodikat. Megint. Sokan vagytok, bástya. Mondom, Leviosa. Na, így elpistike, mert nem akart inni. Jó. Nem vagyunk elég gyorsan, be vagyok lassulva. Simán beszorítottuk magunkat. Akkor halsz. De akarjál már folyamatosan magánykodni. De így is úgy is halsz. Ajándék. Kapta halt. Még jöttök? Hát mennyien vagytok? Kiegyetek 6 és 3 negyedbe. Azt nem mondta, hogy Infinite Loop-ba vagytok. Ezt rossz karakterhez vágtunk hozzá bármit is. Megint csak. De én nem sérülsz. Jó, elég belőled. Egy mínusz. Lassú vagy. Nem vagy eléggé kitesítve, bástya. Hát a... nem ér semmit ellenem. Na végre. 9 per 20 legyőzve. Jó, sokan voltak.
Mindez csak azért, hogy jöjjenek és megbakkanjanak. De hát nem baj. Akkor te gyere velem. Lumos. Te látványosan ide kell lesz első körbe. Az a kérdés, hogy milyen komit aktivál majd. Itt is van egy. Van itt még láda szépen. Tán ezt. Betörünk úgy dönt, hogy nem mászik föl. Úgy menjél fel a kopra. Ide kell beholtni. Annyira nem bonyolult, mert itt van egyből egy. Másikat. Össze tudjuk szedni. Hoppá, összetört. Így. A harmadik. Az pedig. Így adjuk neki. Na, meg innen hátulról fel tudunk sétálni. Csak bónuszokat találunk itt. Első éves sapka, és egyébként megint tele vagyunk. 28 per 28. Ezzel mondom, gyűjtjük össze a butaságokat, kapjuk, és nem érnek egy forintot se. Szerintem meg csodálkozunk, hogy nincs helyünk a jóra. Jó, hát te lesz az első, amit elpusztítunk. A második, egy 120 pénzt elvettünk a büdzsénkből, így is van 3200. És itt más nincs. Na és akkor mi kell nekünk vajon? Ő ott van. Nem hajlandó közel lenni. Mert addig jön velünk, amíg velünk jön. Itt elkezdünk csiribábulni. Már más lesz. Lumos. Van egy tippem. Állj oda-vissza. Szóval, ha ide ráküldünk egy ilyen lassító varázslatot, igen, mert azt mondjuk neki, hogy 4-es, 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 majd ez, mondom, állj meg. Lumos. Hogy gyere ide. És a hülye visszaszáll. Oké. Akkor kicsit csalunk. Át kell pakolászni hozzá. Mert kell nekünk a fény. Főleg, ha jó részt nézzük. Fény és a megállítás, ugye az ide, a reparó meg akkor ide. És akkor van ellökünk, megállít és fény. Oké. Kettő, megállít. Lumos. Gyere.
Állj meg! Gyere vissza! Nem áll meg, hát ez egy bambadék. Vagy... pedig a másikad messzebb van. Valahogy így kell pedig, csak gyorsabban. Az, hogy innen oda támadunk, az egy dolog. 2, 3, 4. Megállj. Lumos. Egy, nem ugrik föl, 2, az visszaszáll. És ha téged beküldünk magasabbra, ki tudlak venni és megállítani. Adik rám a megállítása, az visszaforog magától kérdés nélkül. Kipirelni a kettőt nem lehet, mindenki a saját helyére megy vissza. Viszont az ott szembe mi az? Ha nem segít nekünk bármire, vagy csak úgy van. Ez csak úgy van. Nem húzni kell, hanem tolni. Hagyja meg ez a Resto Momentum. Attól függetlenül kezd el mozogni. Mondom. Én vagyok gomba és nem azt kell rá alkalmazni. Nem nyert kis hangszórót. Gyűjtjük a francba. Nem nagyon hagyja meg. Oké. Az melyik egyébként? Megfagyasztja. Tárgyakat és ellenségeket lassít, legszor időt nyerve a következő lépések kidolgozására. De amin hat, az ott látványosan megáll. Ennek meg nem hat. Bombard. Itt van, amit állandóan mondok, közben nekünk ez a Confringo volt. Átalakítás. Vé vagyunk mindennel is.
Lumos. Azonnal még nem ér el oda. Innen már odaér. Lumos. Arresto momentum. Lumos. Arresto momentum. Helyem már meg. Szarik rám a megállításra. Pedig valami trükk van. Ami zavaró, hogy a... Nincs neki hely, fölment. Akkor nem lehet, hogy ide be kéne valamit meghoznunk pluszba. Látványosan ott van a láda fent. És ugye bár végig tudunk itt jönni. Azaz nem véletlen tudunk itt visszafutni szerintem. És van itt nekünk látványosan a ládika. Mi, hogy visszajöttünk, itt volt kettő galleon. És azt mondani a ládikának, hogy... Wingardium Leviosa. U. V. F. E. Jó. Arra fele menjél le. Te most miért mentél tönkre? Mondod, hogy nem lehet kihozni. Most lent van a vízbe? Visszakerült ide. Végül az lent van, mert itt nincs. Jól, arra nem is vihettem le, de ott ledobhattam. Még erre lelebegtetni több értelmét látom, mint ledobni a vízbe. És... ott van. Igen. Ezzel forgatom. Meg eltolom magamtól. Aha, és eddig megsemmisül. Szóval azt ott okosan le kell sétáltatni. Körülbelül így, ahogy csináltam, csak szerintem itt is be tud jönni. A lényeg az, hogy ne kapjon pusztító zuhanást, mert attól valamiért tönkre megy. Bár itt is kérdés nélkül be ragadt. Dobni ledobhatjuk, csak ne szakadjon meg a varázs magától. Úgyis arra fele kell menni. Talán ki tudjuk húzni. Akkor V-vel közelebb húzzuk. És tönkre megy. Akkor vagy nem ezt kell csinálni, vagy nem így kell csinálni. Odafönn kettő már megvan. Ez
Pedig amúgy elég látványosan látszik innen a dacuc. Nem érünk le semmit. Azt vagy túl korán adtam föl. Ezt kell csinálni. Ugyebár ezek itt vannak. Ez itt adott. Azzal nem lehet mit kezdeni, hiába vigyorog itt, mint a hord bánat. Ezt fölnyitjuk. Ide jövünk. Innen csak ide lejutunk. Ahol látványosan nincs semmi. Nem olyan, amivel tudnánk mit kezdeni. Szét tudunk ütni egy ilyen cserépedényt. Ismertem nevén köcsögöt. Innen felálltunk oda, de sok értelme nincs. Egy kérdőjel, hogy itt mit is kellene tennünk. A Revelionnal azt látjuk. Nem azt jelenti, hogy azzal bármit is tennünk kéne. Át tudunk ugrani. És az nekünk tök mindegy egyébként, hogy innen veszünk el egy guzmicsot, vagy máshonnan. De azzal sem megyek semmire, főleg, hogy szerintem simán mellé lökök. Varázs. Éppen, hogy átértünk. Minden az fölnyitva. What the? Ó, hogy ijedjél meg. Az is fölmegy. Jó. Hát akkor nem azt kell csinálni, amit csináltunk. Nem csak azt. Viszont téged akkor át tudunk deportálni máshova, igaz? Hozzá ide. Ügyes. Ott is marad. Még akkor téged fölküldünk. Szeretnék, ha jó gombot nyomnák. Így. Lumos. És téged ide át is hívtunk. És meg is vagy el egyszerűbb, mint gondoltam. Mondhatni túl gondoltam. Jó, hogy föntről is megvizsgáltuk a területet, mert így megláttuk, hogy védekezés helyett az is mozdul, ami lentről nem tűnt föl. Csak az a kettő ott. Pedig, majd amikor visszanézem a felvételt, valószínűleg akkor is látni lehet. Oké, okay, végső boss fight. Tudunk menteni előtte? Tudtunk menteni előtte. Szóval... így adta magát. Jó, gyűjtsünk be mindent is, mert mahók vagyunk. Egy Golleon. A dead Ashwinder. Halott tűzkégyó, hogy biztos letépte a sisak rogandon, ez nem fog tetszeni. Arcra való azonostatlan tárgy. Viszont akkor nincs itt, amiért jöttünk mi. De akkor ezen hogy is jutottak át a tűzkégyók, mikor ők nem látják a... bár ez nem külős mágia. Jó, hát nézzük meg itt mi van. Adott vér.
vagy valaki érdekesen fröccsentette ki a festéket, vagy egy rosságteszt. Lehet válogatni ki, mit akar. Hát az elég szépen megmappant. Hatalmas csatározás lehetett, hogy úgy mondjam. De bármi lehet és akármi. Ez nem kicsit halt meg, akkor Inferusok. Már legyőzte őket, erőteljesen halálos sebet kaphatott. Az egy porkháló, oké. Pecsét gyűrű. Jó. Ugyanny. Jó, akkor elvégbe itt végeztünk. Mehetünk is ki. 16. Mi van itt, amit mutogatsz? There must be some sort of mechanism for this doorway. Meg kell találnom az ajtó nyitó szerkezetét. Hát ez nagyon nehéz volt. És miért? Ja, ez csak általános loading screen. Jó, már megijedtem, hogy abban a területbe lépünk át. Mondom, miért megyünk át egy szobába a barlangból. Oké. Gyorsan kijutottunk. Ne ragozzuk a magyart. Lord Gok, a sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrok. Szóval a tűzkígyók azok Rookwood katonái. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting is behind me. Jó, menjünk, pusztítsuk ketté őket. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrok. Oké, mivel 11-es szintet ért. Those wretched thieves have their hands on such a relic. Oké. Ezzel az erővel akkor nem voltak meg ezek a próbák, csak nem tudom, miért ez a terte magát akkor a barlang, hogyha ilyen könnyű volt megcsinálni. Szerintem. I don't know. Mindjárt repülni fogunk, csak megint tele vagyunk. Vagy mi most ott vagyunk. Visszateleportálunk a Roxmorzba. Mert el kell adnunk a dolgokat. Egyszerűen túl sok minden van nálunk. És nem marad helyünk arra, ami a lényeg lenne. Amit begyűjthetünk meg társai. Azon gondolkodok, hogy maguk a üzletek ilyenkor zárva vannak. Mert itt van például csoda bazár. Nem. Ez Ebi. Jó, hát veled is tudunk dumálni. Na nézzük, te gyengébb vagy, mint én. Téged cseréltünk le. Te is gyengébb vagy. Te is minden pénzt ér, amit nem hordunk, vagy nem tudunk még hordani, és itt nem a kérdőjelesek a lényegek, hanem például ez. Ez 54-es. Meglátjuk, hogy 23-as szinten mit nyitunk vele. De azon kívül, hogy gyűlik a pénzünk. Hát az cserélhető. Szemüveg. Lesz aranyfa szemüvegünk. Mindenképp. Kettőre nem fogjuk megvenni viszont a... Igen, ebből már van három. A seprőt egyelőre. Az arcra jön a szemüveg? Igen. És erősebb kettővel, így már kicsit kultúráltabbakan nézünk ki, még hogyha a fából készült szemüveg vicces is. Ez
Pont a kinézeten tudunk variálni, meg megnézzük, hogy amúgy ebben mi volt. Méreg, méreges cselfűsebzést növelt meg a diliházas maszk, amúgy. Szóval volt benne egy tulajdonság, ami érték. Viszont ettől függetlenül lehet, hogy nem ad nagyobb pénzt érte. Hogyha úgy vesszük. Mert minden esetben jelent többet a több. Kihívásokból megvan 3 a 75-ből, jól láttam. Közben egy csomó mindent itt is szedünk össze a dilédésekből. 5 van meg a 75-ből, bocsánat. Plusz védelem. Kobold elüst ellenállás. Két élő védelem. Hát akkor itt kapásból van 75 cucc, amit így össze lehet szedegetni. Jócskán megnyerve a diffindó sebzés, felhasítás 2. Dirikortól, Dirikort, Dirikort. Lehet az a madár, amelyiket az elődő részben láttunk, ketrecbe, és nem tudtuk kiszabadítani, és mondtam rá, hogy ez egy főnix, de közben nem az. Melyik lett meg? Te lettél meg. Infernusok lezúzva, nekromantikus védelem. 5. Adott, itt vannak a dynamic dizájnja kiírása, hogy hogy van. Érhettelenségből van 3. Akkor mármint 3 osztály, de akkor itt többen lesznek. Reméljük a kis koboldocskát, akivel most halandozunk, azt nem kell majd lezúzni. Mindjárt 23-as szinten leszünk amúgy. És mit mondasz amúgy a maszkra? 200-at ugyanúgy, és van benne egy méreg tulajdonság szint. Azt vajon ki tudjuk-e venni? Nem tudom, ezt megtartjuk egyelőre. Na de akkor ez a része megvan. Hogy ezeket itt eladtuk. A világ térképen vissza tudunk menni. Egész közel ahhoz, ahova mennünk kell. Csak hogy minden meglegyen. Oké, okay, sok a zenemi. Orkok társai. Valakik nagyon csatároznak. Akkor kapják. Ezt vegyük fel, mert kell a csomó. Ügye kapta. Kapja halat, tüzet nem szeretik. Miért nőttél ilyen nagy a mártírka? Oké. Azt hitted mi? Pedig dehogy. És kapod akkor. Nem talált. Nem talált. Csat, de kapta. Mondta, a tűzkigyó felderítő, de te hol vagy? Honnan vettél engem észre? Hát a pókokat írtottam. Érdekes. Na mindegy, rejtőzködjünk el szerintem. És akkor mindenki hurrá.
Ötletbe kell fel a nap, ahogy látom. Hogy ide jelzi valahova ezt a krumpli főzeléket a map, hogy itt van valami piros előttünk. Fizikailag nem látok enemit, meg arra is el tudom képzelni, hogy belebágol egyébként a földbe és átesett rajta. Gyűjtemény frissítve. Te mi vagy? Ja, furkász! Orrontó furkász, mentsük meg! Ettől a nagynak kell elindulni a forgásilag. Nem, a belsőnek, bocsánat. Nem, meg így. Vagy tettünk egy kört. Olyan voltunk, mint a régi Ford reklám. Gyere ide! Hogy tudom begyűjteni? There they are, the Ashwinders. Okay, már támadják itt magukat. Andik. You will not survive this fight. Vagy már arra bástya, hát itt a troll. Erdély troll. Ajándék. Pusztuljál meg fele. Kaptuk. Pusztuljál meg. Majdnem megmakkantunk. Halljál meg. Mi pagánykocsit? Hova teleportáltál? Ott vagy. Kapták, haltak. Mi ott rohtapnyunk is lett akkor. Szintet is léptünk. A varázslók is kapták, haltak. Úgyhogy többet. Jelentem kell most ez alatt, miközben fölkelt a napocska. Mint lehetett volna, csak úgy naturázta elérni. És meg is van a irányzás 2. Biztos. Ez egy tábor volt, de nekünk nem a tábor kell. Ott fenn mi van? Ja, az orrontó furkász. Jó, majd az állatlény tanon szerintem megtanuljuk, hogy lehet ezeket befogni, szóval lehet fölöslegesen engedtük el. Ez szegényke, hogy csak csipi-csipi lett, azt senki nem akart tőle semmit. Jó, te nem kellettél volna. Na, most már Revelio-t hányszor nyomok lehet. Ide. Akkor ne gyere ide. Köszi. Oda ússzál át fel, mert ott vannak ilyen valamik. Dacitát kutatás. Udancsok. Na ússzál már, hát. Stupid. Oh. Let me
release me! Depulsa! You can't hold out forever. Lumos. Destroy. Stupid, you're afraid to fight back. I am, Dick. Stop that. Egy meg is lett. Nem hozzávágtunk valamit, őt vágtuk valamihez hozzá. Oké. Azt a hármat kinyitottuk. Vagy jó messzire elszállt. Orrontól furkászok, kérem szépen. Bomba megvan. Megvan az orrontól furkászok helye. Egy, kettő, három, négy. Hogy a hordkövek is gyűjjenek. Veletek mi kell? Nem ez. Nem ez, sem ez. Pedig ez is valami tumó része lesz. Ott is van a mágiának a pontja. 20. Úgy. De azt mondja, itt találjuk meg a dolgokat. Csak a legnagyobb bajom az, hogy itt nem volt semmi. Bár ott a nyílt föl nem mutogat. Ad ez a magasság, szóval annyira nem egy vaszidnosz. Csak nem a, az kell hozzá, nem, ott van láda. Na, engedj ide. Úgy. Meg is van. Enemy. Enemy. Azt. Olyan dég. Az vég ki bástya. Parancsolsz. Gyorsan haltok, bástya. Nem nagyon vagytok ellenfelek. Ott vagy. Na gyere, adok egy kis esélyt, hogy támadj. Kapod, halsz. Gyorsan meghalt-e. Nem voltatok enemik. Oké. Okay. Miért van folyamatosan körülöttünk a védelmi bűbáj? Ennyire veszélyes helyen vagyunk. Jó, megjél vissza. Nem akar. Erre, abba az irányba. Szik rám. Baj. Rognak, hogy vissza kell mennünk a sisakkal, de nézzük már meg, mi az a sisak hát. Egyébár itt van. Urtkot sisakja. Egy ősi kobolt sisak, amit meg a koboltlánok közti egyesség idején kovácsoltak. Nicece. És azon kívül lett traltát nyomt, sűrű váladék, mely trolloktól gyűjtetőben jellemző láthatóan a tévő földes sűrítőanyagaként használják. Hát azért most, ha belegondolsz, hogy taknyot iszol, akkor annyira nem vicces az a láthatatlanná tévő földet. Ahogy vesszük. Csodás enemiket láthatunk, daci troll. Erdély troll. A troll előre hátsa suhintó támadása minden esetben megtörő pajzs bűvályokat. Az ilyen támadásban a legbiztonságosabb védekelés a kitérés. A távolság nem véd meg egy dühös trolltal, mert előbb-utóbb vadul ráront a célpontjaira. Ha a troll a földre csapta bunkóját, a flippendort használva a szokásosnál nagyobb lendületet kap, hogy a bunkó a troll pofájába csaphatod erőteljes sebzést okozva. Amikor a troll a saját sziklájával támadod vissza, ideiglenesen sebezhetővé válik a további támadásokkal szemben. Igen, ez megtörtént, mikor előbb hozzávágtuk a világot. Úgyhogy
Nice volt, és akkor itt van a kis hamster mellett, aki a Goemok, a horrontó furkász. Egy kicsi szőrös és huncut állat, ami szenvedélyesen szeret mindent, ami csillog. Nagy károkat tud okozni fényes tárgyak keresése közben, melyeket aztán a derszényi sajátokhoz hasonló táskában tárol. Táskájában. Oké. Okay. Ennek is lesz neki szép megfele. Meg növényekből is találunk dolgokat. Az állatokból itt van a kék madár. Nosztalang. A nosztalang apró testű kék pettyes rovarevő madár, érdekes tulajdonság, hogy életre végig néma, de halála percében hosszan felkiált. Ó, hát ilyet láttunk ott az időben. Itt megvan a huru. Huru feltűnő élénk színű afrikai madár, énekel, bár kezdetben kellemes hallgatni, hosszú távon őrítő hatású. Oké, azt sem tudom, miért lett meg a hurumuru. Akkor hova megyünk vissza? Oda megyünk vissza. Másik nincs, csak a varázslat. Az meg itt kérlek szépen. Gomba. Akkor repüljünk vissza. Hogy jó legyen minden. Nyilván ennél gyorsabban, mint a légvonal nem tudunk haladni, csak a teleportálással. Meg nem feltétlen minden esetben a jó. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Jöttünk. I retrieved the helmet. Visszaszereztem a sisakot a tűzkígyóktól. This is sure to impress. Rárokat le kell nyűgölni a dáta. Sisak még szebben ragyunk, mint a képzeltem, ennek a részpartok és a profil kontúrja figyelemre méltó. Remarkable. Csak egy sisaknak néz ki. It looks stunning, Lord Gok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I am glad to be rid of it myself. Thank you. Nice. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. A kereséstől. His search? It is merely an inkling. Sejtés. You have impressed me greatly, friend. I am glad to have trusted you. Bennünk. We shall speak soon. Hamarosan beszélünk, legjobb egyet szóba tartjuk megállapodásunkat, nem sok a hinnékkel a közösek a céljaink. Oké, okay. Mást akarsz mondani, vagy elteleportálsz? Azt tudok vele dumálni? Na? Semmi? Semmi. Jó. Ide megint csak be tudunk menni, nem tudom miért jó nekünk. És remélem nem vágsz át, mert fölhívom a Zsótit. Aztán nézhetsz. Látszik, hogy remeg ettől a fenyegetéstől. Na de. Mentsünk egy nagyot. Mit cece? Üretések terén állattanóra jön. Részt kell vennem az állattanórán, amit Hovin professzor tart nekünk. Garlikra még folyamatban. Jóslás tanóra. Kulcsok folyamatban. Repkedés folyamatban. Holdas ember folyamatban. Idézők udvara. A holdas embert kijelöljük. Akkor nem látunk semmit. Csak a küldit. Itt látjuk, hogy nappal van. Itt van a szükségszobájába be tudunk menni. Amihez... oda tudunk utazni. Most csak azért jó, hogy azonosítsuk gyorsan azokat, amik nálunk vannak cuccok. Hogyha úgy van, eladjuk. Oké. Tetszik koborkánk. Sikálja a padlót, bárhogy válj, azt I don't know. Because can use magic. Na nézzük. F. Meg is lett. Van egy fedő, ami jobb. Minden más gyengébb sajnos. Titkos, titokfejtő szabó sapkájánk az egyik jobbik.
Ugye felszerelések között fejfedő, és 15-tel jobb, mint a most 19-el jobb. Világos gyűjnyomi kutató kalap. Kobold ezüst ellenállás, koboldok kevesebbet sebeznek, sötét korcsok kevesebbet sebeznek, elővel a krúció sebzését. Bár ez erősem, ez a krúció sebzés egy jó dolognak tűnik. Tehát a koboldok ellen használjuk magunkat. Továbbra is a nincs üzemmóddal. Többi az meg gyengém. Kéztyűből nincs másik, sárból se nem van. Öltözetből egy gyengébb, bár a sötét varázslatok kevesebbet sebeznek, kategória, protegó, védernyő 1. Felfedő szürke ruházat hibátlan. Nem rossz. Köppeny tallár. Cserzett köppeny. Hát maradunk a Roxforti ház mintájánál. És amúgy 16-unk a 28-ból teli. Ő tud nekünk bármit más mondani. Csak a szoba hangulatot változtatjuk. What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. Oké, hát akkor itt ennyire van dolgunk. Ugyebár azon kívül még tudjuk a helyet upgrade-elni, de most mindegy. Csillagvizsgáló toronyban van a jóslás tanúra, vagy? Vagy lent van a jóslás tanúra? Melyik a hol és a miért? Nézzük csak. Van. Az. Ez egy jó pofa. Megjelenik, eltűnik kategória. Mi van veled ilyenben? Oké. Itt már minden normális. Egyszer, ezt már kinyitottuk, és nincs itt. Cica. Örül, hogy szét égeti magát. Ahol a jóslás tanár nem ott van fönt, akkor az csak a Harry Potterben volt az, hogy fönt a csillagjós volt a jós, a csillagvizsgáló toronyba. Vicce-vicce. Hát ugyebár nem mindegy, hogy hova megyünk napközben, meg hova megyünk este. Mert mindegyik helyen más világ van. Például van, amit ugyebár csak este tudunk begyűjteni, mint egyes enemik, illetve a kobrok. Szépen laggolunk. Bár aláírom azt is, hogy a racimos visszafogott teljesítményen van. Így gazdálkodunk az erőforrásokkal. Itt van egy kulcsnak való. Hóborc meg el van szállva már megint. Látom a kulcsocskát sehol lebegni. Oké. Okay. Általában a közelébe szokott repkedni a nyitandó helynek. Hm.
pedig itt nem van. Na mindegy. Már ott van lent a... Szóval... Ha fönt nem, akkor lehet, hogy lent van, amit keresünk. Az ott mi? Kukucs. Azon kívül, hogy tetsz itt a központ. Csípősnek az időt. Oké. Nem, viszont van itt egy... egyes szintű zár, amit kinyitva. Ott is van. Ez pedig is van. Így besétálva kapunk egy zöld régi módi kesztyűt. Meg egy ilyet. Ez is szépen halad. Cece. Jó, menjünk órára gyorsan, akkor is zárás előtt még, mert lassan két óránál járunk, és... hosszú lesz ez a... nap. Na, nem tudom, hogy ennek hol van a repkedő kulcsa. Lehet, hogy mindjárt megtudjuk, az is lehet, hogy nem. Kell följönnünk. Még följön. Lejött, hát akkor ez kell nekünk, de akkor szinte jót lástam, mindig itt van fönn, csak ez a másik torony, nem a csillagvizsgáló. Ironikus, de nem láttam előre, hogy mennyire fogok unatkozni jót lástan órán. Bármi extra van itt bőven, add ide. Ezt is. Ennyi a jóslási modell. Ez a kinyújtott kezet formázó modell arra szolgál, hogy segítse a tanulókat a tenyérjóslás gyakorlásában. Attól függően, hogy milyen szögből olvassák, ebből a tenyérből ki lehet olvasni egy figyelemre mérte a hosszú életvonalat, vagy egy-két hét alatt véget érő életet. Nicece. Ez gyorsan meg azt mondta. És itt a lóra. Kártyavetés. Igaza van, orrontó furkászokat fogunk keresni. Az a fej. Csiribábulunk. Ott az ordó. Nem? Nincsen zordó. Ott az ordó. Adja magát, hogy a szemüveges karakter talál Dordót. Add meg bele is tüsszent. Összecsupatán nyálatott mindent. Az a fej meg mindent elárult a tanár részéről. Hol egy professzor nagy tudással bír, az. Mert azt hittem, itt is van arról info, hogy hogy kell megoldani a munkat, de nem. Imelda örül magának. A demigaz. Demi flash, hoppá, hoppá. Ja, szuper easy. Add ide nekem ezt. Oké. Although I must admit, volt egy előrendet, hogy végigcsináljuk. Persze, megjósoltam itt. Now, as you have okay. No doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious.
based upon the knowledge that one's present and even one's past may be traces of what is to come. What do you see in your own future? Diadalt látok, veszélyt látok, hatalmat látok, nem vagyok benne biztos. Veszélyt látok. I can't get rid of this feeling of a coming danger. I see. Know that such omens are not damning if they can at least prepare us. Nem baj, túl vagyunk mindenem. Yourself, even now. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. Példamutató teljesítményünk van, mit tetszett? Deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, ő nagy dolgokat lát a jövőbe. Jó neki. Na de mutatod azt a varázst. Ez egy viszonylag egyszerű a deszkendó. Space, space, F, jobb gomb, bal gomb. Space, space, F, jobb gomb, bal gomb. Tökéletesen megvan. Egy fordított Wingardium Leviosa. Now, why not practice the new spell on the training dummy? Gyakorló bábon próbáljuk ki. Te mit tudsz? Nem okoz könyvetlen sebzés, de az általa fölre csapott objektumos és ellenség jelentős sebzés szenvenek. El levegőben lévő ellenség sokkal nagyobb sebzés szenvenek, fölre csapod őket. Ó, hát akkor téged simán megéri ide behajtani egyébként. Akkor az invító helyett, akkor jöhet a invító. Simán fölemeljük és földhez vágjuk a denemit. De nem látom a gyakorló bábot amúgy. Itt szólok, de ott van. Kapsz te amúgy mindent is. Oké. Tanterem helyett nyomunk egy éjszakára váltást, ha már itt vagyunk. Köszönöm. Okay. Ennyi, ő még mindig itt ír. Tanárnő nem lát semmit, és a semi flash nem begyűjthető? De meg is van. Mást akar mondani a tanárnő? Do you have a moment? I do. Nincsen. Miért döntött a jóslás tanítás mellett? Teach divination. Mági, egy fontos, de gyakran félreértett tága. Jó, figyeljetek. Of magic. Those of us who possess the sight are rare. And, as is often the case with the unique among us, we can frequently be misread, even feared. When I was granted the opportunity to teach others about my gift and the good it can do, I was most grateful. Natty told me that she would do. Yes, Natsai and I both loved Uganda and Wagadu, but we are happily settled here now. I had foreseen such a change, but did not know the details until it occurred. I was glad you would be wise to remember that the consequences of our actions are complex. And so divining what is to come is not as simple as gazing into a crystal ball or studying the bottom of a teacup. Látod az ordót? Lenyűgözőnek felállunk mindent, adódjuk szegénynek. Intriguing. Érdekfeszítő. That is one word for it. And I'm certain you will come to understand many things more deeply in the days ahead. You are a student at Hogwarts, after all. It cannot have escaped you that we in the Wizarding world are forever navigating the seemingly inexplicable. Of course, Professor. Now, no. I know that we both have places to be. Not because I have decided you, but because I am a professor and you are a student. Mi nagyobb professzorok vagyunk, méghozzá mikroprocesszorok. Itt egyszer. Ja, el is meg lesz. Buktulj. Az kapta halt. Itt egyszer. A másik. Felszerelésnél lett egy új kesztyünk.
Zöld régi módi kesztyű, pazar állapotban van. Még ez meg rendkívülibe. Ő fejleszthető, nem? Szerintem, hogy haladunk előre a sztoriba, úgy fogunk kapni új veszteket. Mármint lehetőségeket. Jó, abból csak négy van men. Hát akkor állattanóra lesz majd a következő. Újabb mentés. És hát... Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek. Remélem tetszett. Ugyebár kicsit haladunk előrefele, és odafigyelésre amúgy a harcok könnyen abszorválhatók, főleg ha nem nyom az ember félre. Ez kontrollerrel lehet, hogy egy kicsit jobb, de ott meg nekem a célzás nem működik normálisan, mármint én nem tudom irányítani, ugye, ahogy akarom, egérrel nekem sokkal jobban kézre áll. Úgyhogy remélem tetszett. Ha gondoljátok, írjátok meg kommentbe, hogy ti mennyit barangoltok a játékba a küldiken kívül, azon mennyire nyújtjátok ki az alapjátékidőt. Mert itt ugyebár most nem az a cél, hogy végre rohanjunk a játékon, de nem is az, hogy 100%-oljuk. Viszont az, hogy felfedezünk, amit csak tudunk, idézőjelbe téve, és jól érezzük magunkat. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!